Az első osztályba induló magyar kisiskolások a járványügyi szabályok betartása mellett vehették át a tanszercsomagot és az iskolatáskát a szabadkai Majsai úti általános iskolában. Navratil Patrik már nagyon várja, hogy megkezdődjön a tanítás. A kisfiú már azt is tudja, mit pakol az új táskába. Könyveket, füzeteket, ceruza, flomaster, faszínes, tőlőgumi. A szülők is örülnek a segítségnek. Navratil Viktória szerint a tanszercsomag könnyít az iskola kezdéssel járó gondokon. Nagyon sokat jelent, főleg ilyen helyzetben. Nagyon-nagyon sokat jelent. Tanszert, füzeteket, toltartót és oktató könyveket is tartalmaz a csomag, mintegy 5000 dinár értékben, biztosítva a gördülékenyebb iskolakezdést. A Rákóczi Szövetség jóvoltából kapták az iskolatáskát a gyerekek. A Szabadka község területén egy némi kis csökkenés van a diák létszám, illetve az elsősök számát figyelembe véve, de ez mintegy 9 diákról van szó, annyival lesz kevesebb a idén. Nagy öröm számunkra, hogy például vannak települések, ahol az elsős kisdiákok száma megnövekedett. Ilyen például Nosza, délelőtt folyamán ott voltam, ahol 6 elsős kisdiák lesz, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Vajdaság szerte 1360 első osztályba induló magyar gyerek kapja meg az MNT beiskolázási tanszercsomagját.